Fák dőlnek ki, vezetékek szakadnak, az úzmara miatt több mint 20 ezer családnál volt áramszünet, most is dolgoznak a szerelők. 8-an meghaltak egy csehországi tűzvészben, mentálisan sérült betegek laktak az épületben, nem tudni mitől gyulladt ki. Ebben az évben is segítenek a polgárőrök a déli határon, azokon a szakaszokon is járőröznek, ahol nincs kerítés. Sáskajárás Kelet-Afrikában olyan károkat okoznak a földeken, hogy éhínség fenyeget. 25 éve nem volt hasonló. Ez a híradó 7:30-kor az M1-en. Németh Balázs vagyok, estét kívánok, kezdünk. Versenyt futnak a Zúzmara képződéssel az áramszolgáltatók munkatársai. A ködös, egész nap fagyos időben helyenként több centiméter vastag zúzmara és jég fette be a vezetékeket, illetve a fákat. A látvány csodaszép, de több mint 20 ezer háztartásban áramszünetet okoztak a leszakadó vezetékek. Békésben és Bács-Kiskunban a legrosszabb a helyzet, amíg marad a hideg, már pedig a keleti, észak-keleti megyékben biztosan marad, addig tovább hízik a zúzmara, így a helyzet csak lassan javul majd. Letört faágak, kidőlt kerítés és elszakadt áramvezetékek. Így néz ki Kecskeméten és a környező településeken több utca is. Az úzmara és a megfagyott csapadék súlyát nem bírták a nagy feszültségű vezetékek, több is leszakadt a súly alatt. Ezzel pedig több ezer otthonban ment el az áram. Vannak olyan lakások, ahol már több mint két napja szünetel a szolgáltatás. Ennél a kecskeméti családnál például még vasárnap délelőtt sem volt áram, ezért a fűtés sem működött. A főzést így tudtuk megoldani, hogy a gázpalackot előkerestük, és így tudtam tegnap a családnak megfőzni az ebédet. Az édesanyja azt mondja, egész hétvégén ingadozott a szolgáltatás. Péntek délután kezdődtek ezek az áramkimaradások, ami aztán estére pénteken rendeződött. Éjszaka még volt áram, de szombaton délelőtt olyan 10 óra felé elment, és azóta egészen hajnali 2-ig nem jött vissza az áram, illetve az utcán a közvilágítás az késő este az visszajött, de a házakban nem volt áram. Nálunk hajnali 2-től egészen 4 óráig volt áram, az idő alatt a kazán föl tudta újra fűteni a házat, és hajnal 4 óra óta megint nincs semmi. A szülők ezért úgy döntöttek, a gyerekeket elviszik a nagyszülőkhöz, hogy meleg vízben tudjanak megfürödni. Nem csak Kecskeméten okoztak problémákat az elszakadt vezetékek, hanem például Kiskunfélegyházán is, valamint Békés és Bács-Kiskun megye több részén is. A szerelők megállás nélkül dolgoznak, már több mint 10 000 méternyi vezetéket cseréltek ki. A Nemzeti Közművek ZRT közleményében hangsúlyozta, hogy a mai napon több tucat szerelő csapatuk dolgozik a meghibásodások kijavításán darus és emelőkosaras autókkal. Gajazó egységek is segítik a munkájukat, és megerősített telefonügyfelszolgálattal várják a hívásokat. Az elmúlt 24 órában több mint 2000 hívást kellett fogadniuk. A tél okozta károkat folyamatosan javítják, és remélik, hogy hamarosan helyreáll a rend. Azonban az időjárás egyenlőre úgy tűnik, hogy nem segít, hiszen továbbra is maradnak a tartós mínuszok, és csapadékra is lehet számítani. A munkájukat nehezíti, hogy a vezetékre fagyott dérés zúzmara napközben sem olvad el, így a jégréteg folyamatosan vastagodik, ami növeli az újabb vezetékszakadás kockázatát. Besötétedett, de kollégám Hályás Barnabás még mindig a terepen van. Kecskemét közeléből kapcsoljuk. Mit ígérnek, Barnabás, mikorra lesz áram mindenhol? Jó estét kívánok! Egyenlőre nem lehet tudni, hogy pontosan mikorra lesz áram mindenhol. Ami a jó hír, hogy a közepes áramú vezetékeket szinte már mindenhol kijavították. Ez pedig azt jelenti, hogy jelenleg már városrészek nem csak Kecskeméten, hanem a környező településeken sincsenek. Nem találunk olyan városrészt, ahol ne lenne áram. Viszont egy-egy háznál, egy-egy utcánál még egészen komoly problémák is akadnak. Itt Kecskeméten például a Bazsarózsa utcában, ahol jelenleg is járunk, egy fázis ment el az utcában, két másik fázis pedig jelenleg is. Itt tulajdonképpen van olyan ház, ahol egyáltalán nincs áram, van, ahol pedig még a televíziót is láttuk az ablakon keresztül kiszűrődni annak a fényét. És az utcai lámpáknál sem más a helyzet, egyik ég, másik nem. Picit kaotikus még a helyzet, viszont amint megtudtuk a Nemzeti Közművek ZRT-től, jelenleg már a kezemben is látható biztosítékokat cserélik leginkább. Ezek a kisáramú biztosítékok, amik zöme meghibásodott ezekben az esetekben. A mellette látható két drót pedig már
egy közepes áramú vezeték. Hát lehet rajta látni azokat a sérüléseket, amiket egyébként egy-egy kisülés okoz. Ugye a legnagyobb probléma, hogy a jég miatt az ágak leszakadnak, hozzáérnek a vezetékekhez, azokat kisütik, és egész szakaszokat tesznek tönkre. Ennek az esélye egyébként ma este is nagy, úgyhogy további meghibásodásokra még számítanak, és egyelőre úgy néz ki, hogy a -2 fok is csak tovább hízlalja majd a közel 10-15 kiló jeget, ami egy-egy szakaszon található ezeken a vezetékeken. Nagyon nagy súlyról van szó. Barnabás, nagyon szépen köszönjük a friss információkat. Ekközben a Dunántúl északi és középső részén néhány centiméteres hó hullott, fehérbe borult a táj Győr-Moson-Sopron megye több településén, a Bakonyban és például a Balaton nyugati medencéjében. Nagy hóra ne gondoljon senki, 4-5-6 centiméternél nem gyűlt össze több. Ezen a télen már ez is szenzációs számba megy. Bár december elején havazott többfelé, a fővárosiak emlékezhetnek, hogy megbénult a közlekedés, de azóta gyakorlatilag nem esett a hó sehol. Az ország legmagasabb pontján, a Kékestetőn is csak foltok vannak január 19-én. Itt van a stúdióban Molnár Csilla. Fura ez a tél, Kékestetőn fenn a hegyekben nincs is tél, itt lent olyan, mintha tél lenne. Mit hoznak a következő napok? Jó estét kívánok! Nagyon utánpótlás nem is érkezik a havazásból, még a nyugati területeken sem. Igaz, hogy ma, ahogy Balázs is említette, pár centiméter friss hó azért helyenként kialakult. Most viszont már a csapadék egyre inkább megszűnik, és az éjszaka első felében számíthatunk is arra, hogy mindenütt eláll majd. Az utolsó képkocka mutatja a jelenlegi helyzetet. A Dunántúl északi területein, tehát még most is előfordul, hogy havazik, illetve havas eső tarkítja az időjárást. De az éjszaka is számíthatunk azért csapadékra, nem jelentősre, de hószálingózás előfordulhat többfelé az országban, illetve elsősorban a középső területeken ónoszitálás, kötszitálás is lehet, úgyhogy az autósok legyenek nagyon óvatosak. Ez pedig egy picit fokozza a bajt, hiszen még egy plusz jégréteg tud kialakulni a tereptárgyakon, vezetékeken, illetve az utakon is. És főként az ország keleti felében kell továbbra is arra készülni, hogy ködösebb, párásabb lesz az idő, és mindenütt fagypont alatt alakul a hőmérséklet a leghidegebb órákban is, általában plusz 1 és mínusz 5 fok közé süllyed a hőmérséklet. Viszont érdemes lesz ezúttal várni a hétfőt, mert egy javulás veszi kezdetét. Egy nagyon lassú folyamatról beszélünk, de a hét közepétől már azért ennek látható jelei lesznek. A hőmérséklet mindenütt pozitív tartományban lesz a hét második felében, sőt a pénteki napon az ország legnagyobb részén zavartalan is lesz a napsütés, a hétvégén pedig 8-9 fok is előfordulhat. De mivel kevesebb felhő lesz felettünk, ezért hidegebbek lesznek az éjszakák, itt azonban már száraz fagyokról lehet beszélni, úgyhogy ezek nem jelentenek veszélyt. Csilla, nagyon szépen köszönjük. Kanadában ekközben az év hóvihara tombol, vészhelyzetet hirdettek, és a katonaságot is be kell vetni. A hétvégén több mint 75 cm hó esett a keleti partvidéken, ami még arrafelé is ritkaság számba megy. Megbénult a közlekedés, a házakat és az autókat ki kellett ásni a hófogságából. Egy ember eltűnt a viharban, őt nagy erőkkel keresik, közelít ugyanis egy újabb hóvihar. Felfüggesztették Nepálban az Annapurna nevű hegy alaptáborának közelében eltűnt 7 hegymászó keresését, miután a térségben a sűrű havazás miatt gyakorlatilag nem lehet látni. A környező hegyekben rekedt mintegy 200 turistát helikopterekkel mentették ki. A helyi serpák szerint kockázatos lenne az eltűnt mászók keresésére indulni, ezért majd, hogyha alább hagy a havazás, akkor drónokkal fésülik át a környéket. Ausztráliában továbbra is nagyjából 100 helyen ég az erdő, az elmúlt napokban többfelé eloltották a tüzeket a viharok és a felhőszakadások, de vannak olyan részei az országnak, ahol egyetlen egy csepp eső sem esett, így a tűzoltóknak kellene eloltaniuk a lángokat. Az ausztrál kormány közben válságtervet készít, hogy hogyan lehet visszacsalogatni a természeti katasztrófák után a turistákat. Átszámítva 15 milliárd forintot különítettek el az idegenforgalom újraélesztésére, majdnem minden tizedik munkavállaló a turizmusból él Ausztráliában, így hatalmas károkat okozhat, ha elmaradnak a külföldi és belföldi turisták. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a hajnali halálos tűzvész Csehországban. Egy olyan otthonban csaptak fel a lángok, amelyben mintegy 40 mentálisan sérült ember lakott, 8 beteg meghalt, többet kórházba vittek. A tragédia a cseh-német határ közelében történt, a német oldalról is érkeztek mentőautók.
Hajnali 5 óra előtt gyulladt ki ez a beteg otthon a német határon fekvő cseh kisvárosban. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, Németországból is érkezett erősítés. Órákon keresztül küzdöttek a lángokkal. 10 perccel a riasztás után már a helyszínen volt az első egységünk, a helyi tűzoltóság. Hozzájuk csatlakozott még plusz 6 egység. Összesen körülbelül 50 tűzoltó dolgozott ennél a rendkívül tragikus tűzesetnél. Az egyik szobában keletkezett a tűz egy közösségi helyiségben, a férfiak részlegén. A füst pedig onnan az egész házra átterjedt, mondta a régiós tűzoltó parancsnok. Az épületben mentálisan sérült betegeket gondoztak. 38-an voltak oda benne, amikor felcsaptak a lángok. 35 beteg és a 3 fő személyzet. 8 életet követelt a tűz, 3-an súlyos sérüléseket szenvedtek. Egy ember válságos állapotban van. A többi 26 embert, akik közül sokan csak könnyebben sérültek meg, a legközelebbi kórházba vitték megfigyelésre, mondta a helyi mentőszolgálat szóvivője. Azt egyelőre vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a tüzet. A cseh miniszterelnök is a helyszínre utazott. Andrej Babis azonnali segítséget ígért az áldozatoknak és a hozzátartozóiknak, valamint azt mondta, hogy támogatják a beteg otthon felújítását. Azért utaztam ide, hogy tolmácsoljam kormányunk részvétét, és hogy utána járjak, hogy történhetett meg ez a tragédia, és mi kell ahhoz, hogy többet ne fordulhasson elő ilyen, mondta a cseh miniszterelnök. Legutóbb 2000-ben volt hasonló tűzeset Csehországban. Akkor egy elhagyatott prágai épület gyulladt ki, amelyben hajléktalanok laktak. 9 ember halt meg. 1995-ben pedig szintén a fővárosban ütött ki tűz egy hotelben. 8-an vesztették életüket a szerencsétlenségben. Haza vitték Ukrajnába a másfél héttel ezelőtti Teherán melletti légikatasztrófa ukrán áldozatait. A gép 9 fős személyzete és 2 utas volt, ukrán állampolgár, Volodymyr Zelenszkij elnök is ott volt a kijevi reptéren ma. Közben tovább tart a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy hol vizsgálják meg a gép fekete dobozait. Igaz, a legfontosabb kérdésre már tudja a választ a világ, nem műszaki hiba vagy pilóta hiba okozta a tragédiát, hanem az iráni légvédelem lőtte le a gépet. Volodymyr Zelenszkij talpig feketébe öltözve várta a Borispili nemzetközi repülőtéren az ukrán légitársaság 752-es számú járatának áldozatait szállító konvojt. Az ukrán elnök mellett a légitársaság több dolgozója is részt vett a megemlékezésen. A 11 ukrán áldozat holttestét 11 nappal azután hozták haza, hogy az iráni forradalmi gárda lelőtte a Kijevbe tartó utas szállítót, nem sokkal a gép felszállását követően. Teherán azonban a korábbi hírekkel ellentétben a repülőgép fekete dobozait nem adta át Ukrajnának. A gépen utazó kanadai, svéd, illetve brit útlevéllel rendelkező, de iráni születésű áldozatok többségének maradványait viszont átadták hozzátartozóiknak. A tragédiában érintett országok külügyminiszterei emellett azt követelték, hogy Teherán fizessen kártérítést az áldozatok családjainak, és feltétel nélkül működjen együtt a nyomozásban. Az iráni vezetésnek el kell ismernie politikai felelősségét az ügyben. Nem az a vita tárgya, hogy melyik katona nyomta meg a gombot. Nem őt keressük, hanem azt, aki a parancsot kiadta, aki azt jóváhagyta, és azt, aki a legfelsőbb szinteken felelős a tragédiáért, mondta az ukrán külügyminiszter a kijevi parlamentben még pénteken. A kanadai kormányfő pedig még aznap azt javasolta, a fekete dobozokat adják át Franciaországnak. Irán sem szaktudással, sem eszközökkel nem rendelkezik ahhoz, hogy ezeket a sérült fekete dobozokat kellő gyorsasággal elemezze. Erre csak néhányan képesek. Franciaországban biztosítottak a körülmények, ráadásul a franciák felajánlották a segítségüket, mondta Justin Trudeau. Teherán most mégis úgy döntött, külföldi szakemberek bevonása nélkül maga vizsgálja tovább a tragédia körülményeit. Sokan úgy vélik, az iráni vezetés így próbálja elkerülni, hogy újabb a forradalmi gárda vezetőire terhelő információk lássanak napvilágot. Attól is tartanak, hogy kiderül, a gépet ért 2 találat között eltelt, végzetesnek bizonyult 20 másodperc során jóval több történt annál, mint amit eddig bevallottak. Irán csak 3 nappal a tragédia után ismerte el a felelősségét, és azóta is állítja, véletlenül tévedésből lőtték le az utas szállítót, fedélzetén 176 emberrel. Különleges biztonsági intézkedéseket vezettek be Berlinben, ahol a líbiai válságot próbálják megoldani a világ vezetői. Ott van az ENSZ főtitkár, szervezőként Angela Merkel német kancellár, vendégként pedig az orosz, a francia és a török elnök, a brit kormányfő, az amerikai külügyminiszter és az egymással hadakozó líbiai vezetők is. A nagyhatalmak számára főként az olaj miatt lehet fontos Líbia, az unió szempontjából a bevándorlás is lényeges kérdés. Berlinből jelentkezik tudósítónk Wolf Nagy
Tünde. Néhány perccel ezelőtt a hírek szerint véget ért a tanácskozás. Sikerült valamiben megállapodni? Jó estét kívánok! Annyira friss az a hír, hogy néhány perccel ezelőtt ért véget a konferencia, hogy talán még hallják is a nézők, hogy itt a fejem fölött köröznek a rendőrségi helikopterek, és néhány perce indult el a konvoj a világ fontos résztvevő vezetőivel. Mi is csak gyalog tudtuk itt megközelíteni a kancelláriát, és néhány perccel ezelőtt kezdte el Angela Merkel itt a hátam mögött a kancellárián az erről szóló sajtótájékoztatót. A várakozás egyrészt természetesen nagy volt, hiszen nagyon, nagyon magasrangú vendégek vettek részt itt, és nagyon nagy volt a tét. Ugyanakkor a kancellárián korábban is mondták, hogy már az is nagy dolog, hogy egyáltalán sikerült ide Berlin meghívni azokat, akiknek közük van a líbiai válsághoz, a polgárháborúhoz. Úgy tűnik, hogy áttörés történt, legalábbis az első hírek szerint Angela Merkel most éppen azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy sikerült megegyezniük abban, hogy kívülről fegyvert nem szállítanak Líbiába, vagyis fegyverembargó lesz, és azt reméli, hogy valóban a 16 fél, akik itt tárgyalóasztalhoz ültek, ezt be is tartják, és természetesen a Líbiában harcoló erőket felszólították arra, hogy ne háborúsan, háborúval, fegyverrel, hanem politikai úton rendezzék a konfliktusukat. Mondtam az imént, hogy az olaj és a bevándorlás miatt is fontos Líbia. A németek melyik ügy miatt koncentrálnak az észak-afrikai országra? Valamennyi ország, amelynek vezetője részt vett ezen a Líbia konferencián, valamilyen módon érdekelt a térségben. Első látása úgy tűnik, hogy talán a legkevésbé Németország, és ezért tudja ezt a békéltető, ezt a béke misszió pozíciót betölteni. Viszont azért második látásra világossá válik, hogy azért Németországnak is elemi érdeke fűződik ahhoz, hogy Líbiában véget érjen a polgárháború, három ok miatt. Az első és talán legfontosabb, Líbiát úgy szokták emlegetni, mint a kaput Európa irányába. És ezen a kapun keresztül százezrek, milliók indulhatnak meg Németország felé. Ugyanis ebben a pillanatban 640 ezer migráns van Líbiában különböző országokból, akik egyébként azért mentek oda, hogy Líbiában maradjanak, de a polgárháború miatt el kell, hogy meneküljenek. Ezen kívül még 380 ezer helyi líbiai volt kénytelen elhagyni az otthonát, vagyis ők is menekültek. Ami azt jelenti, hogy ha a fegyveres konfliktus tovább folytatódik, 1 millióan indulhatnak el Európa és hát ugye Németország felé, amit Németország minden erejével megpróbál megakadályozni, hiszen ezt sem a társadalom, sem az ország nem tudná már elviselni. A második pont a terrorizmus, hiszen egy ilyen kaotikus állapot, egy polgárháborús állapot, a melegágya a terrorizmusnak, egyébként is Líbiát úgy emlegetik, mint a háttérországa és logisztikai központja az iszlám államnak, vagyis az iszlamizmus melegágya. A harmadik pedig, amit te is említettél, az olaj, amiben azért Németországnak is van érdekeltsége, hiszen Líbia a legnagyobb, a kontinens legnagyobb olaj tartalékával rendelkezik, és nem csak Németország, hanem Olaszország, illetve Franciaország is vásárol tőle. Tünde, nagyon szépen köszönjük. Ebben az évben is mindent megtesznek a polgárőrök, hogy segítsék a rendőröket és a katonákat a déli határnál, ezt ígérik a Polgárőr Szövetség vezetői. Próbálnak minél több fiatalt bevonni a munkába, és segítenek azokon a szakaszokon is, ahol nincsen kerítés. Közben a szerbiai oldalon összegyűlt bevándorlók továbbra sem értik, hogy miért nem engedi be őket Magyarország. Szerintük jót tennének a magyar gazdaságnak. Magyar Kanizsán, Horgoson és a magyar határ közvetlen közelében, a zöld határ mentén is migráns csoportokkal lehet találkozni Vajdaság északi részében. A bevándorlókat a téli körülmények sem tartják vissza, naponta próbálkoznak illegális határátlépéssel. Többen közülük úgy gondolják, Magyarország a hibás azért, hogy eddig nem sikerült Nyugat-Európába jutniuk. Hungarian people also, they don't like us. A magyar emberek nem szeretnek minket, pedig mi csak azért vagyunk itt, mert erre vezet az út. Ők azt hiszik, hogy mi gazdasági szempontból nem teszünk jót, közben éppen, hogy segítünk nekik, mint például ebben a kis faluban is, ahol nincs sok ember. Mi itt pénzt költünk, eurót adunk nekik, pénzt váltunk, stb. Segítségként kellene ránk tekinteniük, mondja ez az algír férfi. A vajdaságiak többsége ezt másként látja, főleg azok, akikhez rendszeresen betörnek az idegenek. Martonoson
majdnem felgyújtottak egy házat, miután egy elhagyott épület szobájában raktak tüzet. Nagyon közel van a másik házhoz, majdnem összeír a két tetű, tehát itt egy katasztrófa történt volna, itt is felgyújtsák a házat. A magyar rendőrség adatai szerint idén már mintegy 3000 migránssal szemben intézkedtek a hatóságok. Van, hogy naponta százak jönnek. A rendőröknek és a katonáknak folyamatosan van dolga. Munkájukat a polgárőrök is segítik. A horvát, a szerb és a román határ térségében is járőröznek. Gyalogosan, autóval és lóháton is a lovas polgárőrök olyan területekre is bejutnak, amelyek nehezen megközelíthetőek. Kifejezetten a jelzés adása lényeges dolog, ami elengedhetetlen a mi részünkről is és a rendőrség részéről. Az elfogásokat már szinte a hatóság végzi. Nekünk arra kell ügyelnünk, hogy itt a településen idegenek igazából ne tudjanak úgy átjutni, hogy ne legyenek elkapva. 86 egyesületből összesen mintegy 1720 polgárőr vesz részt a határvédelemben. Folyamatosan kapcsoljuk be fiatalokat és próbáljuk az állományt is frissíteni. Szeretném elmondani, hogy az Országos Polgárőr Szövetség idei évi programjában is bent van, egész a 2020-as évben minden segítséget meg akarunk adni az ország védelméhez, a rendészeti szervek munkájának segítésére. A polgárőrök stratégiai partnerei a kormánynak, hangsúlyozta a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, a polgárőrök jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország közbiztonsága jó. Az a munka, amelyet a polgárőrök végeznek, az önkéntes munka, ingyenes munka, szabadidő terhére történik. Egy nagyon komoly közösségi feladatot látnak el a polgárőrök. Azt is mondhatjuk, hogy a polgárőri munka, a polgárőrség az egy modern hazafiságot jelent. Nyitrai Zsolt arról is beszélt, a kormány számára 2020-ban is a biztonság, a gazdaság és a családok védelme áll az első helyen. Hozzátette, a növekvő nyomás miatt a határvédelemre továbbra is szükség van. Nem fogadják el a gyöngyöspatai cigány családok, hogy természetben, oktatás, illetve képzés formájában kapják meg az államtól a szegregáció miatt nekik megítélt csak nem 100 millió forintos kártérítést. Legalábbis sajtóírek szerint ez a döntés született tegnap a településen egy zárt gyűlésen. A kormány ajánlotta fel az oktatási képzési lehetőséget, az ellenzéki pártok sem támogatják a kormány javaslatát. A Hír TV által indított szavazás résztvevői viszont szinte kivétel nélkül Orbán Viktor miniszterelnök adtak igazat. Orbán Viktornak vagy a soros szervezeteknek van igaz a gyöngyöspata kapcsán. Erről indított pénteken szavazást a Hír TV. A csatorna arra volt kíváncsi, hogy a magyarok a kormányfővel értenek-e egyet, aki igazságtalannak tartja, hogy munkanélkül fizessenek ki milliókat, vagy a Soros György által támogatott szervezetekkel, amelyek szerint 100 milliós összeget kell kifizetni az érintetteknek a szegregáció miatt. A válaszadók 97%-a gondolta úgy, hogy Orbán Viktornak van igaza. A Század Vég is készített egy villámfelmérést. A válaszadók kétharmada tartotta igazságtalannak és eltúlzottnak a gyöngyöspatai romáknak megítélt 100 millió forintos kártérítést. Fogadják el a kormány javaslatát, és válasszák azt, hogy a pénz helyett inkább a gyermekeiket kárpótolják, oktassák és fejlesszék. Ez a legjobb megoldás mindenki számára. Így látja a kormány is, ezért azt javasolják, hogy ne pénzzel, hanem oktatással kárpótolják azokat a roma tanulókat, akiket korábban szegregáltan oktattak a gyöngyöspatai általános iskolában. Az érintettek azonban úgy tűnik nem fogadják el a kormány ajánlatát. Egy szombati gyűlésen sajtóhírek szerint úgy döntöttek, oktatás helyett pénzt szeretnének kapni. Többen ugyanis úgy látják, sokan már 20 évesek, és ennyi idősen már felesleges tanulniuk. Hasonlóan vélekedett vasárnap a Párbeszéd szóvívője is. Barabás Rihárd arról beszélt, már késő felzárkóztatással orvosolni a hátrányokat. A szegregáció által okozott hátrányokat majd egy későbbi képzési program keretében kell orvosolni. Nem igaz. Az LMP-s Kanász Nagy Máté szerint sem az oktatás a megoldás, hanem az, ha kifizetik a nekik járó pénzt. Itt a pénzről beszélünk, ugye bírósági ítéletről vagy egyfajta kártérítésről, akkor ezeket végre kell hajtani, de természetesen emellett végre valahára el kéne kezdeni az oktatás, az iskolarendszer fejlesztését is.
A szegregáció Gyöngyöspatán 2004-ben a balliberális kormányzás alatt kezdődött, amikor az MSZP az SZDSZ-szel közösen vezette az országot. Bangóné Borbély Ildikó már akkor az MSZP tagja volt, és felszólalhatott volna a szegregáció ellen. A szocialista politikus most azt mondta, nem szabad, hogy az ilyen esetekre csak évek múlva derüljön fény. Minden magyar gyermek ugyanazokat a oktatási jogokat kapja meg, feltételeket, mivel hogy egyformák vagyunk, és nem mondjuk 10 meg 20 év múlva kiderüljön, hogy bizonyos gyerekek nem ugyanolyan jogokkal tudnak ma Magyarországon iskolába járni, mint mondjuk más gyerekek. Hasonló hívvel szitta a kormány oktatáspolitikáját a most DK-s színekben politizáló Arató Gergely is. Azt én természetesen értem, vagy mi értjük, hogy Gyöngyöspata nem képes ekkora összeget kifizetni, de nem is neki kell ezt kifizetnie, fizesse ki helyette a kormány, akinek az elsődleges felelőssége van ebben az ügyben. Csak hogy 2004 és 2010 között Arató Gergelynek is lehetősége lett volna tenni a romák szegregációja ellen. A politikus ugyanis ebben az időszakban az Oktatási Minisztérium államtitkára volt. Elfogadhatatlan, hogy a bűncselekmények elkövetői kártérítést kapnak, miközben az áldozatok nem. Erről beszélt az Igazságügyi Minisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Völner Pál szerint, ha a bíróság meg is ítéli a pénzt a raboknak, kötelezővé kellene tenni, hogy abból kifizessék a bűnügyi költségeket, a korábbi tartozásokat, vagy akár az áldozatoknak járó kártérítést. A kormány szerint elfogadhatatlan az, hogy miközben az áldozatok nem kapnak kártérítést, az elkövetők viszont igen, nyilatkozta Völner Pál a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Az Igazságügyi Tárca parlamenti államtitkára a jogszabályi változások kapcsán arról beszélt, hogy az is egy jó irány lenne, ha a fogvatartottaknak fizetendő pénzből levonnák a tartozásaikat, vagy annak a kártérítésnek az összegét, amit az áldozatnak kellene fizetniük. Abba az irányba kellene elmenni, hogy a közüzemi tartozásoktól kezdve az összes megítélt bírósági, vagy hatósági, vagy adótartozási követelésig, vagy a bűnügyi költségekre gondolunk, amelyek szintén felmerülnek az eljárásba, azokat az elkövető ezekben az esetekben teljes mértékben rendezze, ne csak a gyerektartás díj, vagy éppen mondom az az áldozati igény, ami már tisztázódott. A fogvatartási körülményekről szólva megjegyezte, a börtönépítések miatt négyzetméterekben már jobban áll Magyarország, és a komfort körülmények is javultak az elmúlt években. Így tehát a jogalapja is szűkül a körülményekre hivatkozó igényeknek. Azt mondta, a bűnözők évente többször különböző okokra hivatkozva is benyújtják ezeket a kérelmeket. Ezért lehet azt mondani, hogy a folyamat börtönbizniszé szélesedett. Én a joggal való visszaélést nem támogathatom. Tehát miniszterelnökként az a dolgom, hogy akármit is mondanak a jogszabályok, tegyen világossá, hogy itt nem a jogszabályok helyes alkalmazásáról, hanem visszaélésről van szó, és ezt meg kell akadályozni. Igen. Ezért nem fizetünk. Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban beszélt a kifizetések leállításáról és a jogszabályok felülvizsgálatáról. A miniszterelnök bejelentésének megfelelően a kormány másnap hivatalosan is beszüntette az úgynevezett börtönbizniszhez kapcsolódó pénzek folyosítását. Arról is szólt a kormányfő, hogy ezek az ügyek valószínűleg az Európai Bíróságra kerülnek majd. És hogy ismerem az európai bírókat, szerintük is probléma, hogy nem süt be az árkába eléggé a nap, és így ott nehéz csatákra kell számítani, de még mindig jobb harcolni és kiállni az érdekeink mellé, és rámutatni egy szabályozás abszurditására, mint Balek módjára fizetni, úgy, hogy az egyébként 10 millió ember igazságérzetét sérti. A kormányfő a rádió interjúban hangsúlyozta, egy év alatt összesen 12 ezer pert indítottak a magyar állam ellen a rabokat képviselő ügyvédek. A kifizetett összegek pedig meghaladják a 10 milliárd forintot. Újabb vitát, ellenségeskedést robbantottak ki az ellenzéki oldalon a Momentum elnökének szavai. Fekete Győr András arról beszélt a napokban, hogy rontaná az ellenzék esélyeit, hogyha túl sok párt maradna. Úgy véli, hogy a választók a Momentumot és a DK-t kiemelték, a többi megszűnhet. A volt LMP-s Schiffer András szerint ez a hozzáállás a kommunista időket idézi, a Párbeszéd szóvivője szerint Fekete Győr András éles látásával vannak bajok. A választók kiemeltek két pártot a 7-8 ellenzéki párt közül, az egyiket a múltból, ez a DK, a másikat pedig a jövőből, ez pedig a Momentum. A DK-t és saját pártját a Momentumot nevezte a két meghatározó ellenzéki pártnak nemrég Fekete Győr András. A Momentum elnöke az utóbbi napokban többször is azt fejtegette, hogy az ellenzéki paletta egy megtisztuláson megy át. Legutóbb pedig arra utalt, hogy ezt nem bánja, mert ha sok ellenzéki párt van, az sok vitát és sok érdekellentétet okoz, ami megnehezítheti a sikeres együttműködést. 22-re én azt gondolom, nem tudom, hogy hány párt lesz. Azt tudom,
hogy a kormányváltás a célunk, remélhetőleg minden ellenzéki pártnak, és azt is tudom, hogy minél több párt szeretne egy koalíciós kormányt létrehozni, annál nehezebb lesz a dolguk. 1945 után a Magyar Kommunista Párt is ezzel házalt, hogy túl sok a párt. Elsőként az LMP alapítója kritizálta a Momentum elnökének szavait. Schiffer András azt mondta, utoljára a kommunisták akarták eltüntetni politikai riválisaikat. Ez egy rossz, hogy mondjam, történelmi áthallása van annak, amikor egy versengő több párt rendszerben egy pártvezető arról beszél, hogy túl sok a párt. Fekete Győr András szerint a 2022-es választás a Momentumon és a DK-n kívül több párt számára is a véget fogja jelenteni. Teljes együttműködés az ellenzéki oldalon. A szocialisták erre szűkszavúan csak annyit mondtak, továbbra is teljes ellenzéki együttműködésre van szükség. Az LMP-nek igenis helye van és igenis szerepe van egy ilyen együttműködésben. Az LMP-s Kanász Nagy Máté szerint nincs igaz a Fekete Győr Andrásnak, mert az LMP-re és a többi ellenzéki pártra is szükség van az együttműködéshez. Nem csupán kettőre, ahogyan azt a Momentum elnöke gondolja. Nem lehet sokan felállni, hanem minél kevesebben. Fekete Győr András, hogy is mondjam, meglátásai nem biztos, hogy mindig az éles látást tükrözik. A Momentum elnökének ítélő képessége nem a legjobb. Így reagált a Párbeszéd szóvívője. Barabás Rihárd szerint az előválasztás dönt majd, nem Fekete Győr András. A Fidesz szerint Budaörs vezetése magára hagyta azt a 12 beteget, akik a helyi magánkézben lévő egészségügyi központban fertőzést kaptak szemműtét közben. A budaörsi Fidesz elnöke emlékeztetett, a betegeken további szemműtéteket kellett végrehajtani a Szent János kórházban, ahol kiderült, hogy többen maradandó károsodást szenvedtek. Cucor Gergely úgy tudja, hogy a műtét utáni két hétben senki sem kereste fel a betegeket a privatizált budaörsi intézménytől. A helyi Fidesz még január elején kérdéseket tett fel Budaörs polgármesterének, Wittinkoff Tamásnak az ügy kapcsán, a válaszokat azonban csak részben kaptak. Tervezi a város vezetése a betegek felkeresését és a segítségnyújtás valamiféle felajánlását a részükre. Érez-e személyes felelősséget Wittinkoff Tamás a kialakult helyzetért? Hiszen saját bevallása szerint is baráti kapcsolatok mentén lett az üzemeltetés újra magánkézbe adva, a Budaörsi Egészségügyi Központ 2016. novemberében még ideiglenesen, majd 2018. januárjában 10 évre a Jump Consulting Kft. Tulajdonosának. Tervezi-e felülvizsgálni az üzemeltetési szerződést a városvezetés, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek hasonló esetek? Vizsgálatot követel az MSZP-s Bangóné Borbé Ildikó egy a Borsod megyei kórházban történt feltételezett eset miatt. A szocialista politikus szerint 3 évvel ezelőtt egy akkor 23 éves nőt rasszista indítékból meddővé tettek a kórházban. Rasszista indítékból meddővé tettek. Az áldozat 3 évvel később egy orvosi per nyomán, nyomozati szakaszában akkor szembesült azzal, hogy mi is történt vele. A Borsod megyei kórház rágalmazás miatt feljelentést tett az ügyben. Az orvos igazgató a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy teljes valótlanság, hogy eltávolították volna egy roma nő mindkét petevezetékét azért, hogy ne szülhessen többé gyermeket. Nagy Gábor hozzátette, hogy miközben rasszizmussal vádolják a kórházat, kiderült, hogy a műtétben érintett nő nem is cigány származású, ahogy az is kiderült, hogy csak az egyik petevezetékét távolították el a méhen kívüli terhesség miatt, ráadásul mindenről tájékoztatták a műtét előtt, ezt mondta tehát az orvos igazgató. Az LMP szerint 300 milliárd forintos gyors segélyre lenne szükség az egészségügyben. Az ellenzéki párt országos elnökségének titkára azt mondta, hogy ez az összeg fedezni a béremelést, valamint a szükséges beruházásokat. Teljességgel elfogadhatatlan az, hogy ma az egészségügyi rendszerért, a részvételért, ha valaki gyógyulni szeretne, fizetni kell, és elfogadhatatlan az, hogy óriási különbségek vannak az országon belül, mondjuk, hogyha az egyes kórházak, szakrendelők színvonalát, hogyha megnézzük. A Párbeszéd lakhatási program csomagot nyújt be az országgyűlésnek. A javaslatai között szerepel, hogy családok számára adómentesen lehessen bérbeadni ingatlant, emellett 45 millió forintig illetékmentessé tennék az első ingatlanvásárlást, és alacsonyan tartanák az önkormányzati lakásépítések esetén az áfát.
Arra is szükségünk van, hogy üresen álló lakásokat, azokat megadóztassuk, és az innen befolyt bevételeket egy bérlakásépítési alapba fektessük. Ugye ez nagyon fontos, mert jelenleg az önkormányzatoknak nem igazán van forrása arra, hogy ilyen típusú ingatlanokat építsenek. A keresztény értékek védelme, az üldözött keresztények segítése és a környezetvédelem, ezek lesznek a következő években a kiemelt témák a KDNP-nél. Tegnap tartott tisztújítást a kisebbik kormánypárt, Semmilyen Zsolt maradt az elnök. A hét alelnök közé több fiatal politikus is bekerült, azt mondják, hogy ez a tudatos utánpótlás képzés része. Az ország minden részéről érkeztek küldöttek szombaton a KDNP tisztújító országos választmányára. Az ülésen elsöprő többséggel választották meg további 5 évre Semmilyen Zsoltot. A politikus a párt közösségi oldalára feltöltött videóban nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy 2003 óta betöltheti ezt a tisztséget. Az a rendkívüli megtiszteltetés és felelősségért, hogy 5-ször választott elnökévé a kereszténydemokrata néppárt. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt 10 évben 3-szor nyertünk 2/3 támogatottsággal, ami lehetővé teszi az országépítést és a számunkra legfontosabb értékek védelmét, a keresztény civilizáció védelmét, a nemzeti szuverenitás védelmét, a család védelmét és támogatását és az egyház szabadságának a biztosítását. És készen állunk arra, hogy a hazaszolgálatában ezeknek az értékeknek a mentén tovább vigyük az ország kormányzását. A keresztény demokrata néppárt alelnökének választotta Rétvári Bencét, Sanda Tamást, Hölvényi Györgyöt, Soltész Miklóst, Aszbej Trisztánt, Bagdi Gábort és Juhász Hajnalkát is. Rajtuk kívül a párt alapszabálya értelmében alelnökök még Harrak Péter, mint frakcióvezető, és Sesták Oszkár, mint az önkormányzati tanács elnöke. Olyan alelnököket választottak meg a tegnapi napon az országos választmány részéről, akik egyrészt szakpolitikusok, másrészt ez egy fiatalítás, a fiatal generációnak gyakorlatilag egy nagyon komoly és tudatos utánpótlás képzése a KDNP vezetői részéről. Semmilyen Zsolt, Harrak Péter és Latorcai János támogatásának is köszönhetően most komoly lehetőséget kaptak arra, hogy szakterületeket képviseljenek, mondta Juhász Hajnalka az M1-en. A KDNP alelnöke hozzátette, a párt politikájában többek között a teremtett környezetvédelme és a környezetvédelem is kiemelt szerepet kap majd. Megerősítés nyert ez a Fidesz KDNP szövetségének a fontossága, ezt szintén hangsúlyoztuk a tegnapi napon, és Aszbej Trisztán, Hölvényi György, jó magam személyével, akik alelnökök lettünk, az üldözött keresztények megsegítése, a humanitárius segítségnyújtás, a magyar kormánypolitikájának képviselete az világban és a Közel-Keleten hangsúlyos szerepet kapott. A környezetvédelemről szólva kiemelte, a Fidesz és a KDNP mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2030-ra és a 2050-re kitűzött klímasemlegességi célok teljes. Megint eltelt egy év, újra nyilatkozniuk kell a dolgozóknak a munkájukon, hogy milyen SZIA kedvezményt szeretnének igénybe venni. A gyerekek után járó adókedvezményről talán már mindenki tud, viszont az nem annyira ismert, hogy bizonyos betegségek után is jár évente 96.600 forint. Ide tartozik például a cukorbetegség, vagy akár az orvos által igazolt laktózérzékenység is. Aki a napokban leadja a nyilatkozatot a munkáltatójánál, már február elején magasabb fizetést kap. Gluténmentes lisztből és laktózmentes tejből készít palacsintát Gyemendi Réka. 5 évvel ezelőtt állapították meg, hogy laktózérzékeny. Azt mondja, az úgynevezett mentes termékek jóval drágábbak, ezért veszi igénybe minden évben a betegsége után járó személyi kedvezményt, amelynek összege januártól havi 8050 forintra emelkedett. Laktóz és gluténmentes termékek 2-3-szorosába kerülnek a normál termékeknek, úgyhogy én ennek nagyon örülök és nagyon nagy segítség. A személyi kedvezmény kezdetben azoknak járt, akik rendszeresen adózott jövedelmük mellett rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesültek. Az elmúlt években viszont folyamatosan bővült a kedvezményezettek köre. Mára több mint 700 betegség esetén kérhető a támogatás. A cukorbetegségemnek sajnos már szövődményei is vannak. Baranyi Éva 2. típusú cukorbetegséggel él, amely az érrendszerét is károsítja. Az adójóváírást ezután a szövődmény után kapja, csak nem 10 éve. Én most 8 fajta gyógyszert szedek, és ez a támogatás fedezi a havi gyógyszer áraimat. Tehát egy jelentős segítség. A személyi kedvezmény összege a minimálbér emelkedésének köszönhetően idén éves szinten
96.600 forintot jelent. 2019 óta az olyan daganatos megbetegedések esetén is igényelhető az adókedvezmény, mint a here és a prosztatarák, valamint az emlő, a méh és a petefészekrák, továbbá az endometriózis. Salamon Adriennél ez utóbbit későn diagnosztizálták, de a kedvezményt visszamenőleg is megkapta. 5 évre visszamenőleg tudtam igényelni, mivel 2010-től fennállt a diagnózis. Az egyszer ilyen 350.000 forint körüli összeg volt az én esetemben. Az adatok szerint 2018-ban már 258.000-en vették igénybe a személyi kedvezményt. De még így is több 10.000-en lehetnek azok, akik veszni hagyják a csaknem 100.000 forintnyi támogatást. Menjen el a háziorvosához vagy a szakorvosához a leleteivel, amiből látszik a betegségének igazolható a kezdete. Az orvos ki fogja állítani az igazolást, ezen feltünteti, hogy mikor kezdődött a betegsége, és ez az adó visszaigénylésnek az alapja. Az orvosi igazolást nem kell csatolni a nyilatkozathoz, de meg kell őrizni. Tehát aki a hónap végéig jelzi a munkáltatójánál, hogy személyi kedvezményre jogosult, már február elején is magasabb fizetést kap. 14 év telt el a helycei légikatasztrófa óta. 2006. január 19-én zuhant le a Koszovóból Szlovákiába tartó katonai gép. A hagyományok szerint az Empléni település melletti Borsóhegyen emlékeztek a tragédia áldozataira. Mint minden évben ezúttal is ott volt Martin Farkas, aki a 43 békefenntartó katona közül egyedüliként túlélte a balesetet. Megrendülve emlékezett elhunyt katonatársaira a helycei repülőgép szerencsétlenség egyetlen túlélője, Martin Farkas a Borsóhegyen. Később vele együtt katonatársak, családtagok és a honvédelmi tárcák képviselői helyeztek el koszorúkat a katasztrófa 14. évfordulóján. Mint ismert, a szlovák légierő csapatszállító repülőgépe Koszovóból tartott Szlovákiába, amikor a kijelölt útvonaltól 3 kilométerre, Hejce közelében lezuhant. A fedélzeten 43 békefenntartó katona utazott, közülük 42-en vesztették életüket. A gyász a legfájdalmasabb pillanata az emberi életnek. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a megemlékezésen azt mondta, az elvesztett katonabajtársaik emlékét örökké a szívükben őrzik majd. A katonák mindig úgy gondolják és úgy érzik, hogy egy nagy családot alkotnak, és a nagy családon belüli megemlékezés az nemzetektől függetlenül mindig egy és ugyanaz. Petr Gajdos, szlovák védelmi miniszter pedig arról beszélt, a tragédia óta január 19-e fekete nap Szlovákia számára. Azt, ami évekkel ezelőtt történt, nem lehet visszahozni. Bárki bármit megadna azért, hogy a tragédia napján a repülőgép szerencsésen érjen földet, a kassai repülőtéren. Sajnos azonban egyikünknek sincs hatalma megváltoztatni a megváltoztathatatlant. Nekünk nem marad semmi más, mint alázattal elfogadni azt, ami történt, mondta a szlovák védelmi miniszter. A szakértők még korábban megállapították, hogy nem műszaki hiba, hanem emberi mulasztás okozhatta a tragédiát, amely máig Szlovákia történetének legnagyobb légi balesete. Megint nagy sikert aratott a jégpályák éjszakája. Tegnap sokfelé késő esti koncertekkel, játékokkal, versenyekkel várták a korcsolyázókat. Még emlékezhetünk azokra az időkre, amikor csak 2-3 műjégpálya üzemelt az országban. Ma már szinte minden nagyobb településen lehet korcsolyázni. Ez meg is látszik a magyar sport eredményeken. Táton hokimérkőzéssel kezdődött a jégpályák éjszakája. Ez a 11 éves kisfiú izgatottan szurkolt az esztergomi Táti Tigrisek csapatának. Én U12-ben játszok itt Táton. Hátvéd vagyok a csapatban, az edzőm szerint a legjobb hátvéd. És igen, apukám is itt a Tátnál, ahol kizit csak a felnőtt OV4-es ligában, ahol ők állnak most a második helyen. A bizonytalan korcsolyázókat egy pingvin segítette talpon maradni Győrben. A szabadtéri jégpálya megtelt itt is. Nagyon jó éjszaka korcsolyázni, tuti. Ugye régen gyerekkorunkban kint az éjszakai tóban szoktunk csinálni, az nagyon jó volt, csak az veszélyes, mert ugye nem látjuk, mi van elől. Ugye nappal átnéztük a tavat, de azért úgy éjszaka, de az izgalmas volt.
Voltak, akik a szombatesti buli helyett inkább mozogtak. Egy hónapja kezdtem nagyjából a korizást, és egyszer nagyon megtetszett, imádom. Itt volt a koripálya, és egy lehetőség, ugye, hogy az ember ne skatujázódjon be a gép elé, mint a fiatalok nagy része. A híres barokk stílusú pápai Eszterházi kastély udvarán egészen éjfélig lehetett korcsolyázni. Én nagyon szeretek korcsolyázni, és nagyon jó a hangulat, jó a buli és a zene. A pályát határoló palánkokat átlátszó műanyagból készítették, így meg tudták őrizni a kastély udvar egyedi hangulatát. Azért tartjuk fontosnak, hogy ismét csatlakozzunk a jégpályák éjszakája felhíváshoz, mert azt láttuk, hogy nagy rá az érdeklődés. Olyanok is eljönnek korcsolyázni, akik például ebben a szezonban ma vannak először. Pápán egyébként látogatói rekordot is döntöttek. Csak ez alatt az egy éjszaka alatt többen mentek el korcsolyázni, mint eddig az egész szezonban. Több mint 8000-en csúszkáltak itt az idén. Egy szarvas miatt mindkét irányban órákra lezárták délelőtt az M1-es autópályát Komárom-Esztergom megyében. Az elmúlt napokban többen látták az állatot a stráda mellett, mivel az elmúlt években voltak már súlyos balesetek vadak miatt a magyar autópályákon is, ezért megpróbálták ma lehajtani a strádáról és a stráda közeléből a szarvast, mivel az M1-esnek ezen a szakaszán a vadvédő háló távolabb van az úttestől, így egy csaknem 50 000 négyzetméteres erdős területet kellett átfésülni, azt mondják, hogy sikeres volt az akció. Nagy testű állatról van szó, az autópályán kimondottan nagy sebességgel közlekednek ugye az autósok 130 km/h. Egy ilyen állattal való találkozás ütközés során nagyon nagy balesetveszély kockázatát fent, akár a baleset kimenetele tragikus is lehet. Minél előbb az ilyen állatokat az autópályáról ki kell terelni, ki kell hajtani annak érdekében, hogy semmilyen balesetveszély ne álljon fent, a forgalom minden esetben zavartanul tudjon haladni. Az elmúlt 25 év legsúlyosabb sáska járása okoz problémát Kelet-Afrikában. Vannak olyan rajok, amelyek 60 km hosszúak. Mindent megesznek, ami az útjukba kerül, így a térség élelmiszer ellátása is veszélybe kerülhet. Egyetlen raj egy nap alatt annyi növényt fal fel, amennyi 35 000 embernek lenne elég. Viharfellekként hömpölygő árny borul a kenyai jégboltra. A kelet-afrikai országon átvonuló sáskahad szinte a napot is eltakarja. A 60 km hosszú és 40 km széles sereg szisztematikusan fosztja ki az egyenlítői ország sovány legelőit. Nyomukban csak a pusztulás marad, pillanatok alatt lerágják a teljes növénytakarót. Nem válogatnak, a gazt és a takarmányt is jó étvágyjal fogyasztják. Egy raj egyetlen nap alatt annyit tud enni, mint 35 000 ember. Félő, hogy visszafordíthatatlan károkat okoznak az afrikai ország élelmiszerellátásában. Nagyon sok pásztor él itt, és sok jószág. Több mint 200 000 szarvasmarha és megszámlálhatatlan kecske, teve. Mind ezektől a legelőktől függenek. Ha elpusztulnak, az katasztrofális veszteség lesz számunkra, mondta egy helyi férfi. A helyiek tehetetlenek, jobb híján botokkal és saját testükkel próbálják felvenni a harcot a hódítók ellen. A hatóságok a sáskák saját fegyverét próbálják ellenük fordítani, a levegőből támadják a rajt. Maga biztosan mondhatom, meg fogjuk nyerni a csatát. Megnöveltük a bevethető repülőgépeink számát, és nagyon hatásos vegyszereket sikerült beszereznünk. Én magam is részt vettem az egyik írtásban, mondta bizakodóan az Agrárminisztérium államtitkára. Az elmúlt negyed század legsúlyosabb sáskajárásában akár napi 200 tonna növényzet is az enyészetté válhat, a kieső takarmány pedig az állatállományt is pusztulással fenyegeti. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet arra figyelmeztetett, az élelmiszer kiesés milliókat fenyeget éhínséggel a kelet-afrikai országban. A Málenki robot áldozataira emlékeztek Kismaroson. Rétvári Bence államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, ahol a kommunizmus felütötte a fejét, ott a kényszermunkatáborok is megjelentek. A marhavagonokban Málenki robotra hurcolt több 100 000 ember közül sokan soha nem tértek haza. A kormány 2015-ben Gulág emlékévet indított, 19-ben pedig kérvényezték az ENSZ-től is, hogy a kommunista diktatúra áldozatainak is legyen emléknapja. Az alaptörvényünk úgy fogalmaz: tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzeti szocialista és a kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését. És mi itt ma, a kismarosi templomban azzal tolthatjuk meg
az alaptörvénynek ezt a mondatát, hogy az áldozatokra pedig mi mindig közösen emlékezni fogunk. Csak nem 200 ezer németet üldöztek el 1946-ban Magyarországról. Erre emlékeztetett a magyarországi németek elhurcolásának emléknapján Soltész Miklós a Fejér megyei Mány katolikus temetőjében. Az államtitkár kiemelte, a kommunisták igazságtalan büntetése csak Mányon 72 családot érintett. Hozzátette, hogy a felelősség óriási és közös, mindenkinek a maga országában kell cselekednie, hogy ez ne ismétlődhessen meg. Ha emlékezzünk a történelmi múltra, szépre és gyalázatosra egyaránt, hogy a szép emlék fenntartson és megőrizzen, a gyalázatos pedig újra elő ne fordulhasson. A világvezető hatalmai pedig ne álproblémákkal foglalkozzanak. Nem mondva csinált jogi lépésekkel alázzák meg ismét a kisebb országokat, hanem ismerjék fel a világ pusztulásához vezető, újabb fenyegető időszakot a jelenkori történelemben. A himnusz identitásunk és kultúránk legmeghatározóbb eleme, ezt mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Szatmárcsekén, Kölcsey Ferenc síremlékénél. 3 nap múlva lesz az évfordulója, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én Szatmárcsekén befejezte a himnuszt. 89 óta ezért január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Az államtitkár szerint ilyenkor nem csak egy kiválóan megírt és csodálatosan megkomponált az összmagyarság szívét összekötő művet ünneplünk, hanem a nemzet évezredes történelmét és a keresztény hitet is. Szeretnénk, hogyha mindenkiben tudatosulna, hogy az elmúlt 100 évnek nem csak veszteségei voltak, hanem sikerei is. Számos olyan kulturális, gazdasági és sport eredményünk van, ami elősegítette, hogy annyi nehézség, kudarc és vereség után még mindig itt vagyunk, még mindig mi vagyunk a legtöbben a Kárpát-medencében. Átnézzük az M5-re, hogy ott mi lesz a híradóban. Néver Igor jelentkezik, parancsolja. Szervusz, jó estét kívánok és köszönöm szépen. Nálatok is szóba került a Magyar Kultúra Napja, az M5 híradóban pedig elmondjuk, mi hogyan készülünk majd január 22-ére. De ezentúl beszámolunk a 9. alkalommal megrendezett Kárpát-medencei Huszár Akadémiáról. Elmondjuk, ki kapta meg a Magyar Kultúra Napja alkalmából átadott Kölcsey emlékplakettet, és beszámolunk Etienne Roland, francia zeneszerző különleges előadásáról is, melyet a francia intézetben tartott. Szóval hamarosan kezdünk, tartsanak velünk. Igor, köszönjük szépen, sporttal folytatjuk.